bemutatta képviselőjelöltjeit a Jobbik Hajdúszoboszlói Alapszervezet augusztus 26-án. A párt minden körzetben állít jelöltet. A tájékoztatón a Jobbik Hajdúszoboszlói elnöke Jónás Kálmán programjuk fő irányelveiről beszélt. Egy élhetőbb, büszke Hajdúszoboszlóért szeretnénk dolgozni. Ez annyit jelent, hogy a város mindenképpen egy zöld sziget, Hajdú-Bihar és akár a környező területeknek a településeihez képest. A fürdő húzóágazata a városnak, viszont tapasztalhatjuk, hogy csak a központot és a fürdőt fejleszti a város. A peremkerületek sajnos nem részesülnek ezekben a javakban. Jónás Kálmán örömét fejezte ki, amiatt, hogy minden körzetben sikerült jelöltet állítaniuk. Elmondta, hogy jelenleg az aláírásgyűjtés van folyamatban. Épp most folyik, épp ezért vagyunk kint a piacnál, és kint is leszünk az aláírásgyűjtés időszakában, minden kedden, csütörtökön és szombaton itt a piacnál. Fontosnak tartom azt, hogy a választópolgárok lássanak itt bennünket, és tudjanak, el tudják mondani az ő körzetüket érintő problémákat, meg tudjanak keresni bennünket. Ha bekerül egy emberünk a képviselőtestületbe, vagy akár a 2010-es eredményeinket meghaladva, akár több is, akkor az egyszerű embereknek a képviseletét el tudjuk látni az önkormányzatnál. A Jobbik Hajdúszoboszlói Alapszervezete az egyes körzetben Kotyuga Viktóriát indítja. A dinamikus fiatal nő politikai pártnak sosem volt tagja, a Jobbik munkáját 2009 óta segíti, mert számára fontos értékeket közvetít, és úgy érzi, hogy ebben a liberális elvektől harsogó országban az egyetlen párt, ami konzervatív nemzeti keresztény nézeteivel rendet és nyugalmat tud csinálni. A kettes körzetben Kis László a jelölt, aki az egyik közösségi oldalon néhány éve elindította a Panaszláda nevű oldalt, ahol a sok ember napi életét megkeserítő dolgokra együtt keresik a megoldást. A hármas körzetben a friss diplomás Árva Gergő indul, a Jobbik Hajdúszoboszlói ifjúsági tagozatának elnöke, születése óta Hajdúszoboszlónél, jelenleg is a hármas körzetben. A négyes körzetben Harmati János, a Jobbik jelenlegi alelnöke a jelölt, akinek az a célja, hogy a város periférián lévő területe hasonlóan fejlődjön, mint a többi rész. Az ötös körzetben Tóth Attila indul, aki jelenleg is önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeként munkáján keresztül ismerkedett meg a körzetet érintő problémák egy részével. A hatos körzetben Mikola Bélát indítja a párt, aki apai részről az ótordai Mikola nemesiágból, míg anyai oldalról munkás paraszti családból származik, gyermekeit hazafias neveltetésben részesíti. Az erdélyi autonómia tüntetés miatt kiutasították Romániából. A hetes körzetben Nyári József a jelölt, aki közmunkásként ismeri az emberek hétköznapi problémáit, mindennapi gondjait. Fontosnak tartja, hogy az önkormányzati testületben a kis emberek ügyeit is hitelesen képviseljék, számukra munka lehetőséget teremtsenek, mert ha munka van, minden van. A nyolcas körzetben a zenészként dolgozó Jónás Kálmán indul, a cigány primás apa és kisnemesi Kulák származású anya egyetlen gyermekeként mindkét szülője családjára nagyon büszke. 2010. októberétől részt vesz a Kulturális Oktatási és Sportbizottság munkájában. Elért eredményei közé tartozik a körzetben található szabadtéri edzőterem és a görpálya indítványozása.